Johann Marx, Dél-Afrika magyarországi nagykövete világéletében diplomata szeretett volna lenni. Munkáját odaadással végzi, és szenvedélye az utazás. Azt mondja, nem számolja, de eddig 69 országban járt már. A nagykövet úrral munkáról, családról és magyarországi benyomásairól beszélgettünk. Nagykövet úr, köszönöm az interjút és köszöntöm a műsorban. Először az országáról szeretném kérdezni, mert szerintem nagyon fontos, hogy amikor egy országról, egy tárgyról vagy akár egy szeméről gondolkodunk, milyen szavak jutnak eszünkbe elsőre. Amikor a Dél-afrikai köztársaságra gondolok, ezek az én szavaim. Demokrácia, Nelson Mandela, fejlődés és sokszínűség. De mi az igazság? Kérem, mutassa be nekünk hazáját. Nagyon jól összefoglalta, hiszen van egy mottónk is, ami az egység és a sokszínűség. 11 hivatalos nyelvünk van, különböző etnikai közösségek laknak az országban, akik mind együtt dolgoznak, hogy megteremthessük azt a demokráciát, amink most van Dél-Afrikában. Már 22 éve, hogy megtarthattuk az első demokratikus választásokat az országban, ami a múltunkat illeti, az apartheid rendszer javarészt egybeesett azzal a nehéz időszakkal, amit itt éltek meg Magyarországon, amikor itt a vasfüggönyt felhúzták, nekünk az apartheid rendszer tulajdonképpen ideológiai vasfüggönyét hozták létre Dél-Afrikában. Szóval amikor Magyarország elkezdett közeledni nyugat-európai szomszédjaihoz, Dél-Afrika is, akkor kezdett nyitni afrikai partnerországai felé. Láttam egy felmérést, amin az állt, hogy a Dél-afrikai köztársaság a 8. legváltozatosabb ország az egész világon, figyelembe véve az etnikai és kulturális sokszínűségi indexeket. Hogy tudják kezelni ezt a diverzitást? Milyen kihívásokat okoz ez manapság? Minden országban vannak kihívások, és mi egy fejlődő ország vagyunk, tehát még mindig nagy az egyenlőtlenség és a szegénység az országban. De Dél-Afrika nagyon optimista és előretekintő a jövőt illetően. Azt gondolom, hogy a mi esetünkben a mentőkörülmény az, hogy az alkotmány, amit megalkottunk, az országon belül jött létre, és nem külső nyomás hatására. A dél-afrikaiak együtt dolgoztak. Először is, hogy véget vessenek a konfliktusoknak és az apartheid korszak elkülönítő éveinek, és együtt dolgoztunk egy új demokrácia megteremtéséért is, ahol törvényesen is mindenki egyenlő lehet. Nelson Mandelának, az első demokratikusan megválasztott elnöknek fontos szerepe volt az ügyben. Ő egy kivételes személyiség volt. Kiváltságos vagyok, hogy az elnöksége első 3 évében együtt dolgozhattam vele, mert én voltam a francia tolmácsa, szóval bármikor, amikor telefonon kellett beszélni egy franciául beszélő afrikai államfővel, áthívott az irodájába vagy az otthonába, hogy ott tolmácsoljak neki. Tényleg egy rendkívüli személyiség volt. Az Afrikai Nemzeti Kongresszus, aminek Mandela is a tagja volt, a vezető párt már 20 éve, a demokratikus változás óta. Mit gondol, mi a sikerük kulcsa? A párt az egyik vezető felszabadító mozgalom volt Dél-Afrikában. Az 1912-es évig nyúlik vissza a történelme. Azt hiszem, a sikerének a titka az a tény, hogy felszabadította az országot az apartheid rendszer uralma alól, de ma már sok különböző párt van az országban, akik mind nagyon erélyesen tudnak vitázni a parlamentben, és egyre kevésbé a bőrszín miatt, sokkal inkább egy megoldandó problémák miatt. Beszéljünk most kicsit a munkájáról és azokról a benyomásokról, amiket itt tapasztalt Magyarországon. Először is, mik azok a legfontosabb tulajdonságok, amikkel egy nagykövetnek mindenképp rendelkeznie kell? Legfontosabb a megfigyelés. Ha megérkezik az országba, tisztában kell lennie annak a kultúrájával, történelmével, meg kell ismernie az embereket. Mielőtt ide érkeztem, olvastam Magyarország történelméről, és elképesztő, hogy 1000 éves történelme van. Ott kezdtem, amikor a magyarok bejöttek a Kárpát-medencébe, majd később megalapították a keresztény országot. Szóval lenyűgöző a történelmük, és egyúttal egy gyönyörű országuk van maguknak. Szóval itthon érzem magam. Érdekelne, hogy hogy kezdődött a pályafutása. Hogyan lett diplomata, és milyen országokban járt eddig? Elbűvölt a 19. századi európai diplomácia, Németország egyesítése, Itália egyesítése, és azok a szövetségek, amik megköttettek az európai országok között, amiben Magyarország is nagy szerepet játszott. Szóval már az iskolában eldöntöttem, hogy diplomata szeretnék lenni.
Egyetem után rögtön szolgálatba is álltam. Az első pozícióm Argentinába volt, ahol 3,5 évet töltöttem, de dolgoztam Peruban, Bolíviában is. Majd 5 évre Svájcba küldtek, ahol az ENSZ missziónak dolgoztam, majd Réunionba küldtek, ami Franciaország tengeren túli megyéje. Ezután egy kis dél-afrikai tartózkodás után jött Marseille és Párizs. Később Izraelbe kerültem és vissza Dél-Afrikába, most pedig itt vagyok Magyarországon. Nagyon szép körút, és melyik volt a kedvenc országa? Sosem voltam boldogabb életemben, mint itt Budapesten, persze minden küldetésemen jól éreztem magam. Ami nagyon tetszik a munkámban az az, hogy a személyiségem gazdagabbá válik azáltal, hogy különböző országokban, különböző kultúrák között élek. Rájöttem, hogy minden országból magammal vittem valamit, ami beépült a személyiségembe, ami a részemmé vált. Ez más, mint amikor turista vagy, és megnézed a nevezetességeket egy röpke idő alatt. Ha kevés időt töltesz egy országban, akkor nem tudod eléggé elsajátítani a kultúrát, de diplomataként megvan ez az előnyöd. Igen, én is teljesen beleszerettem ebbe a városba, úgyhogy megértem ezt a nézőpontot. Van bármilyen kedvenc szava vagy szokása? Nagyon szeretem a vizet, ez az egyik oka, amiért ilyen otthonosan érzem magam Budapesten. A lányom Dél-Afrikában tanul, de amikor idejön meglátogatni, akkor képesek vagyunk kilométereket is sétálni a Duna mellett. Nyáron pedig minden szabadidőmet a Balatonnál töltöm. A Balaton az egyik kedvenc helyem egész Magyarországon. Igen, van is egy számunk, amiben azt énekeljük, nekem a Balaton a Riviera. És mit tanul a lánya? Ipari mérnöknek tanul. Szóval nem tervezi követni az ön nyomdokait? A diplomáciában nem. Azt hiszem, a legtöbb gyerek nem akarja követni a szülei munkáját. Ő Párizsban született, majd Izraelben élt velünk. Szóval tudja, milyen a diplomáciai élet. Az utazások ideje alatt a közösségi médián tartotta a barátaival a kapcsolatot. Azt szokták mondani, hogy a magyar egy búskomor nép. Ő mit gondol a mentalitásunkról? Eltér a többi országétól? Why is it different than other European countries' mentality? Well, I don't think Hungarians are depressed at all. I find the people very. Én egyáltalán nem gondolom, hogy a magyar emberek búskomorak lennének. Nagyon kedvesnek és barátságosnak tartom az itt élőket. Viszont az igaz, hogy a magyar nyelv különleges, hiszen a környező országok nyelvei távolról sem hasonlítanak a magyarra. Ebből a szempontból a magyarok másnak láthatják magukat, mint a többi európai ország. A magyarokat egyébként keményen dolgozó, precíz embernek ismertem meg. Azt, hogy a magyarok mire képesek, mutatja az a tény, hogy 13 magyar Nobel-díjas van, és az, hogy az itteni egyetemek fejlődnek, nagyon fontos Dél-Afrikának is. Nagyon magas a munkanélküliség rátánk, körülbelül 25%. Ez a magyarországi rátánál több, mint kétszer magasabb. Az egyetlen módja a megoldásnak a képesség átadása, ezért arra biztatjuk a dél-afrikai diákokat, hogy jöjjenek ide Magyarországra tanulni. És mielőtt elfelejtenénk, még nem említette a kedvenc magyar szavait. Tudna nekünk valamit magyarul mondani? Nagyon szép az ételekre, és a legkedvesebb szavam a bor, mert nagyon ízlik a magyar bor. Bor for your wine, because I love Hungarian wine. Egész jó a kiejtése. Köszönöm, mindig próbálom fejleszteni. Mit gondol, milyen Magyarország és a Dél-Afrikai Köztársaság kapcsolata? Nagyon jó, van egy közös gazdasági bizottságunk, aminek most volt a második találkozója Budapesten, dr. Szabó László, a külgazdasági és külügyminiszter helyettes, valamint a mi országunk ipari és kereskedelmi miniszter helyettese vezetik, és megvizsgáljuk a kétoldalú kapcsolatokat, minden kiaknázható lehetőséget is. Mik azok a legfontosabb kérdések, amikkel ön foglalkozik manapság? Úgy gondolom, hogy a magyar képességekre szükségünk van Dél-Afrikában, és egész Afrika területén is. Az én meglátásom szerint Afrika gazdasági fejlődése kiemelkedő jelentőségű, mert nem tudjuk fejleszteni Dél-Afrikát, ha el van különítve Afrika többi részétől. Ezért az Európai Unió mintáját próbáljuk követni, hogy szorosabb gazdasági együttműködést hozzunk létre az afrikai kontinensen, de mind Afrika, mind pedig az én országom hiányt szenved azokból a képességekből, ami itt megtalálható Magyarországon. Az én feladatom az, hogy támogassam a magyar vállalatok nagyobb bevonását az afrikai kontinens gazdasági fejlesztése.
érdekében. Ennek köze van a mostani migránsválsághoz is. Európában az elmúlt évben körülbelül 1,2 millió menekült érkezett, sokan keresztül mentek Magyarországon is. Csupán a különbség érzékeltetése miatt hozzánk 6-7 millió menekült érkezett Dél-Afrikába, más afrikai országokból. Az én személyes véleményem, hogy a hosszú távú megoldás a migránsválságra egyedül az afrikai kontinens gazdasági fejlesztése és a megfelelő munkalehetőségek megteremtése Afrikában az afrikai emberek számára, és a magyar vállalatok nagy szerepet játszhatnak ebben. A Dél-Afrikai Köztársaság egy kicsit kitűnik a többi afrikai ország közül, hiszen gyorsan fejlődik és tagja például a BRICS-nek is. Mi ennek a különálló fejlődésnek az oka? Nagy szerencsénk is volt, mert a gazdaságunk nagy része alapvetően az aranyra alapult. A 19. század végén a világ legnagyobb aranykitermelői voltunk, és ez volt a dél-afrikai ipari fejlődésnek alapja is, szóval volt egy jó kezdésünk, de úgy gondoljuk és azon vagyunk, hogy együtt kell dolgoznunk a többi afrikai országgal, hogy ott is hasonló körülményeket teremthessünk. Ha Európát nézzük Budapestről Londonba, eljuthatunk egy autópályán keresztül, anélkül, hogy elhagynánk az autópályát. Kivéve persze, amikor a La Manche csatornán viszik át az autónkat, Afrikában pedig egy olyan infrastruktúrát próbálunk kiépíteni, ami össze fogja kötni Kairót Fokvárossal úti és vasúti hálózaton keresztül is. A BRICS országok, vagyis Brazília, Oroszország, India, Kína és a Dél-Afrikai Köztársaság létrehozták az új fejlesztési bankot, ami finanszírozni tudja a fejlesztési projekteket a fejlődő országokban. Emellett tagja vagyunk a Dél-Afrikai Fejlesztési Közösségnek is, amiben 15 dél-afrikai ország 200 millió fogyasztó számára dolgozik a közös piac kiépítésén. Beszéljünk kicsit a jövőjéről. Meddig tervez itt maradni, és mi a következő állomás? Általában 4 évet vagyunk kiküldetésben egy-egy helyen. 3 éve vagyok itt, úgyhogy remélem még legalább 1 évet maradhatok, mert Magyarország olyan hely, ahol minden diplomata szívesen maradna. Köszönöm szépen az interjút. Én is köszönöm.